Léva vára alacsony dombtetőn épült, nem messze a Garamtól, síkvidéken. Fontos végvár lett a bányavárosok védelmi rendszerében. Ennek ellenére a török háromszor is elfoglalta. Köprülű pasa pompásan érezte magát Léva várában, ám egy napon így szólt az író Deákjához. Ez a vár kong az ürességtől. De hiszen se szeri, se száma a katonáidnak, nagy uram, Köprülű pasa. Vannak lovasaid, gyalog katonáid, még tüzér is 12, egymás sarkát tapossák. Van müezined, aki a mecsettornyában dicséri Allahot. Vannak szolgáid, lovászaid, vargáid és papucskészítőid. Van szakácsod, kuktád, turbánszabód, rézművesed. És itt vagyok én is neked. Mit akarsz még? Szamár vagy, ütött a pipaszárral az író Deák felé a pasa. Nem a férfiakról van szó. Az én háremem kong az ürességtől. Nincs egyetlen szép lány sem benne. Ezen is segíthetünk, kegyelmes pasa, bízz csak rám. Kamrád is, háremed is tele lesz. Leült Ali az író Deák az írótábla elé. Kihúzta selyem övéből a résztintatartót, füle mögül levette a lúttollat, körmén pöccintve ki is próbálta, s ezt írta okos keresztény betűkkel. Hallod-e te, lévai bíró? Üzenem neked, hogy 3 napon belül küldj föl a várba 50 hófehér ludat, de minden ludat egy-egy szép lány hozzon, lehet menyecske is. Ha nem teljesítenéd ezt a parancsomat, karóba húzatlak, fejedet vétetem, de a 12 tanácsúr feje sem fog maradni a nyakán. Egyebekben tiszteltetlek, Allahban békét és jó szándékot hirdetek neked, utadon ne nőjön tövis, egész családodat a próféta áldja. Költ Léva várában, ebben az esztendőben, ezen a napon. Szép levél, jó levél, bólintott a pasa. Gyors futár szaladjon vele a városba azonnal. Nagy lett az ijedelem Léva városában. Búsongó gondtól főtt a tanácsurak feje, amikor a futár átnyújtotta a bírónak a pasa parancsát. Nem az 50 libát sajnálták, hanem az 50 szépséges, leányzó, viruló menyecske életét féltették. Hajnaltól tanácskoztak apák, férjek, vőlegények, de csak nem jutottak egyről a kettőre, még másfélre sem. Sose búslakodjanak, kegyelmetek, szólt a bíró lánya. Bízzanak csak hozzánk, elintézzük mi a pasa dolgát. Felmegyünk mind az 50-en, ölünkben a libákkal. Mindössze egy-egy éles tört adjanak kezünkbe. Pruszlikunk csipkéje alá rejtjük, a többi a mi dolgunk. Kegyelmetek a vár alatt titkon, fegyverrel kezükben gyűljenek össze, s ha látják repülni a libákat, jöjjenek sietvést a várba. Rívás zokogás mellett indultak harmadnap hajnalán a szépséges lévai menyecskék és leányok Köprülű pasához, fel a várba. Nyitották előttük a kaput, sétáltak be párosával, a híván hívottak. Alig lézengett a várban 20-30 katona. Zsákmányolásra küldte a pasa az ő hadinépét. Az író Deák vidám arccal bocsátotta a pasa elé a kedves vendégeket. Hát, ha neki is jut a maradékból, vagy egy. Hát itt vagytok, gyönyörűségeim, tapsolt párnás kezével boldogan a pasa. Elhoztuk a ludakat, ahogy parancsoltat, kegyelmes pasa, hajolt meg a bíró lánya. Hol van az ól, ahová tehetjük? Tegyétek csak le, mosolygott kenet teljesen a pasa. Mutatok én nektek külön bólat, nem a ludakét, aranyost, ezüstöst, gyémánt ablakokkal, kristályúztatóval. Kinyitotta a hárem ajtaját, betessékelte az 50 vendéget. Itt fogtok lakni, tubicáim, mától fogva ez lesz az otthonotok. A pasa átölelte a legszebbik leányt. A bíró lányának, Veronkának szeme egyet villant, de villant a tőr is, és a pasa elalélva omlott össze. Ez volt a jel. Azt a pár embert, Sánta katonát, szolgát és kuktát gyorsan leszúrták a menyecskék és lányok, majd a kapuhoz rohantak, ketté tárták a nehéz tölgyfa ajtókat, és szárnyukra eresztették a libákat.
A libák fehér felhőkként gángokba szálltak vissza a maguk otthonába. Tudták már a lévai legények mi a teendő. Elő a kardot, íjat, kopját, s rohantak a várba. A maradék várbeliekkel ők végeztek aztán. Benn is maradtak mindjárt a várban. Amikor a katonák, lovasok, gyalogosok hazatértek a csetepatéból, zárt kapukra találtak. Odakünt tágasabb! Mutattak orrot nekik a lévai legények. Meg sem álltak, Esztergomig a kárvallottak. Ott is csak harmadnap mertek jelentkezni, nehogy az esztergomi pasa lecsukassa őket. Így esett meg a lévai libaharc, s azóta árulják a zsírban sült lútfertájt a lévai piacon. Fölséges egy étel. Sayonara.